Sajnos nem látunk be a fák belsejébe, gyakran ér kellemetlen meglepetés minket azzal, ha egy vihar vagy egyéb nyomásra kidőlnek a fák. Itt van az egyik módszer, amelyik megpróbálja megállapítani az elektromos ellenállásmérésnek az elve alapján, hogy hogy néz ki a fa belseje. Itt a kék szín jelenti azt, ha valamilyen elváltozás, akár gombáktól, akár valamilyen más káros behatástól érte a fát. Úgyhogy azt látjuk ennél a körrisfánál, hogy a laptopon kirajzolódó képet is láthatják, hogy bizony valami baj van a belsejével. Ami nem azt jelenti, hogy azonnal ki kell vágni, csak azt, hogy figyelni kell erre az óriási fára. Itt vannak a detektorok és a mérő műszer, amely a laptophoz közvetíti a jeleket. És itt pedig a hanghullámok alapján való mérést láthatják. Ezen alapul a fakok módszer, amit már több helyen is megrendelhetnek. Érdemes az idős gyümölcsfáinknál is elvégezni ezt a módszert. Itt a hanghullámok terjedésével mérik azt, hogy hogyan játszódik le a fában a hang terjedése, és hogy néz ki a fa belseje. 11 időadat jött be, tehát egy kopintás 11 hangsebesség adatot szolgáltatott. Megint van egy időmátrix, látjuk a szimmetrikus különbségeket is, mert az oda-vissza mért időszak. Jó kertészkedést kívánok, és ha szükséges, végezzék el valamelyik vizsgálatot.